Brüsszelből a kényszerbe telepítési kvóták veszélye, délről pedig az idén várható növekvő migrációs nyomás fenyeget, ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Lillafüredi helyezett Fidesz-KDNP frakció ülés után. A vonalban Szakács András, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Elsőként tehát a kényszerbetelepítési kvóták veszélyéről beszélt a miniszterelnök. Miért került ez a téma újra az élre? Véleményem szerint azért, ami miatt még mindig téma, ugye az alaptörvény módosítás. Egyfajta kitolása vagy kihúzása gyakorlatilag egy olyan témakörnek, amiben egyrészt nagyon otthonosan mozog a kormánypárt, illetve megpróbálja maximalizálni ugye azt az óriási többletet, amit adott népszerűségben, illetve legitimitásban tél óta gyakorlatilag a migráció vagy a menekültválság kérdése. Akkor tehát az LMP végül is jó helyen kapizsgál, amikor itt a terror ügyi alkotmánymódosításról azt mondja, hogy ez egy kommunikációs kampány a kormány részéről? Hát az biztos, hogy kommunikációs csapdahelyzet az ellenzék számára. Ez azt értem, hogy nyilván, hogyha megszavazzák ugye a módosítást, akkor egy olyan módosítást szavaznak meg, ami gyakorlatilag megint csak a Fidesz igazát bizonyítja. Tehát ezzel megint csak lehet ugye kampányolni, hogy lám-lám, még az ellenzék is egyetért azzal, amit mi szeretnénk, nekünk volt igazunk. Még ugye, hogyha nem szavazza meg, akkor fenntart egy olyan helyzetet, amivel gyakorlatilag, amit mondtam, hogy kihúznak egy olyan témakört, amiben a kormánypártok helyzeti előnyben vannak, és nagyon otthonosan mozognak. Tehát mindenképpen a kormány számára jó gyakorlatilag a most fennálló helyzet. Miközben egyébként teszem hozzá, hogyha belolvasunk az alaptörvénybe, akkor azért elég sok mozgástere van a kormányzatnak, vagy magának az államigazgatásnak, hogyha egy terrorhelyzetben el akarja hárítani ugye az állampolgárokra leselkedő veszélyeket. Az ellenzék ki tud jönni ebből a csapdahelyzetből, amit az imént említett? Hát az ellenzék úgy tudna, két módon tud kijönni ebből a csapdahelyzetből nyilván. Az egyik, hogyha valami új témát tud találni, lehet ez akár az oktatás most ugye, ami nagyon fenyegeti a kormányzatnak a megítélését, vagy a korrupció, vagy most ugye az egészségügy. A másik pedig az, hogyha valamilyen módon rá tudja kényszeríteni a kormányzatot arra, hogy kompromisszumot kössön, amire ugye gyakorlatilag deklaráltan, ahogy azt hallottuk is, akár mind a hírekben, mint tegnap, hogy nem kíván kompromisszumot kötni, mert az emberek biztonságában nincs kompromisszum. De alapvetően egyébként nem is az emberek biztonságában akar az ellenzék kompromisszumot kötni, hanem a felhatalmazásban, a felhatalmazás mértékében. De hát nyilván ez ugye ez egy kommunikációs csatározás, aminek nevezzük. Ugyanakkor ez a kommunikációs csatározás valóban mindenki keresi benne a helyét, hiszen ha már az LMP-t mondtam, ők is ugye egyrészt azt mondják, hogy kommunikációs kampány, amit a kormány csinál, de nekik is megvan a saját javaslat csomagjuk a menekült ügyben és az ezzel kapcsolatos terror vészhelyzeti ügyben. Ön szerint is igazából a menekült ügy a legfontosabb téma, ami most előttünk áll? Azért is emelhette ezt az élre a Fidesz-KDNP frakció ülése? Vagy vannak fontosabb, égetőbb dolgok is? A menekült kérdés fontos kérdés. Tehát attól függetlenül, hogy most Magyarországon hány darab menekülő, menekült oltalomra vágyó ember megy át, ez nem lehet kívül helyezni. Ez egy a világpolitikát, vagy a geopolitikát olyan szinten meghatározó kérdés, hogy Magyarországnak ebben véleményt kell alkotni, ez kétségtelen, hogyha a nagypolitika, a világpolitika színpadán meg akar jelenni. Tehát mindenképpen állást kell foglalnia, de nem ilyen értelemben, hogy az orosz, vagy az európai, vagy az amerikai oldalon, csak úgy általában véve, hogy mit gondol erről a kérdésről, vagy kinek a szövetségi rendszerét erősíti. Tehát ez egy fontos kérdés, még hogyha a magyar emberek életét most jelen pillanatban nem is befolyásolja annyira. Emellett természetesen nem lehet elmenni, hogy az oktatás kérdését gyakorlatilag rendezni kell. Tehát az látszik, hogy így nem lehet levezényelni a következő fél évnek az oktatási szemeszterét, ugye felsőoktatásban, illetve ugye tavaszi fél évét a közoktatásban. De ne felejtsük el, hogy itt van az érettségire való jelentkezés időszaka,
meg maga ugye az érettségi is ugye rohamosan közeledik, tehát ezt rendezni kell, mert, mert az oktatás kérdése tavaszi fél évben sokkal inkább eszkalálódhat, mint az őszi fél évben véleményem szerint. Mi történt? Elrontott valamit a kormány, hogy most eszkalálódik a helyzet eléggé sok fronton, ugye oktatás, azért az egészségügyben is egyre feszültebb a helyzet, most már a pécsi bányászok is jönnek a pedagógusokkal tüntetni, közlekedési dolgozók különböző településeken tüntetés közel, vagy a sztrájk közeli helyzetben vannak. Mi történt itt? Sok apró hiba rakódott össze. Itt egy felesleges keresni egy nagy fordulópontot, vagy egy ilyen katartikus pillanat itt, amikor megfordult ez az egész. Itt sok apró dolog adódott össze, és gyakorlatilag lehet mondani, hogy az utolsó csepp, ahogy és az utolsó csepp lehet bármilyen apróság is. Én szerintem ennek köszönhető. Tehát ebben ugye az volt a legnagyobb probléma, hogy ezt előrelátni, vagy jósolni nem igazán lehetett. Ez is benne a veszély a mindenkori kormányzatok számára, hogy sok apró hiba összeadódik, és gyakorlatilag megjósolhatatlan pillanatban folyik ki a pohár szélén a felháborodás, vagy az elégedetlenség mértéke. Erre csak reagálni lehet igazából. De hát a Fidesz azért azt nem tudod elvitatni a Fidesztől, hogy mindenképpen jól szokta az ilyeneket kezelni olyan értelemben, hogy nagyon hatékonyan tud reagálni, üzeneteket tud közvetíteni, és azért tárgyalóasztalhoz tudja kényszeríteni a partnereket. Ez a probléma jó kezelése, hogy amikor oktatás, egészségügy, közlekedés kvázi válságban van, akkor gyakorlatilag azt mondják, hogy itt egy újabb nemzeti konzultáció, írjátok alá, hogy támogatjátok-e a terrorveszély alkotmánymódosítását? A hatékony kezelés természetesen kommunikációs kezelésnek értettem. Az, hogy valóban technikailag hatékony, az már megint ugye preferenciák, pártpreferenciák kérdése, vagy ízlés kérdése. De a nemzeti konzultáció az gyakorlatilag egy folyamatos legitimációs elemként jelenik meg, és egyébként azért legitimálja magát a kormányzati döntést, mert nincs ellenpár. Tehát nincs semmi olyan kézzelfogható számadat, vagy eszköz, amivel ez ellen lehetne kommunikálni. Ugye most a Jobbik próbálkozik meg egy ilyen, hogy akkor ők is hirdetnek nemzeti konzultációt, oktatás, korrupció és egészségügy kérdéskörében. Ha ezt meg tudják csinálni, na az például egy érdekes helyzetet teremt, amikor ők is fel tudnak mutatni mondjuk 1 millió, tegyük fel, ők is fel tudnak mutatni 1 millió vagy 2 millió aláírást, hogy hoppá, ennek az ellenkezőjét gondolják az emberek. Amíg ilyen eszközökkel nem tud élni az ellenzék csak sajtóközleményekkel, addig nem tud semmilyen legitimációs eszközt ellenpárként felállítani.